Sziasztok, Peti és a Lava Group média csatornát nézitek. A mai nap a Home office fogunk beszélni. Az aktuális egészségügyi helyzet is megindokolja az, hogy beszéljünk első kézből arról, hogy mi az a Home Office, hogyan működik, és hogy nem szabad Home csinálni. Úgyhogy, ha érdekel a téma, maradjatok velünk, indul az intro, ami alatt meg tudjátok nyomni a feliratkozó és a like gombot. Vágjunk bele! Mit jelent az, hogy home office? A home office az, hogyha irodai munkádat, vagy akár kisebb összeszerelői munkádat otthon saját lakásodban csinálod. Itt Németországban nagyon elterjedt az, hogy az emberek irodai munkájukat, például én, mint projektmenedzser, a munkámat otthon saját lakásomban végzem, de ugyanakkor az sem e, ritka, hogy e, otthol csinálnak emberek különböző összeszerelő munkákat. Például a svájci Victorinox gyárnak is van, ö, azt hiszem 40 vagy 50 olyan alkalmazottja, aki otthon saját lakásában szereli össze a Victorinox bicskákat. És ne feledkezzünk meg arról, hogy most jut eszembe, édesanyám annó ő a bedolgozóban hívták, Otthonra kapta az anyagot, amit otthon összevart. Valójában a 80-as években is létezett már home office, csak nem volt ilyen szép angolos neve. A Home Office-nak egyik nagyon fontos jellemzője, hogy a munkaadó adja a Homeoffice-ban való munkához szükséges technikai és egyéb feltételeket. Természetesen, hogyha magánvállalkozók vagytok, akkor ti vagytok a saját munkaadótok, de hogyha valamilyen cégnél vagytok alkalmazásba, akkor az a cég adja számotokra a telefont, laptopot, és különböző eszközöket, nyomtatót, monitort, egyebeket. Ez nektek jár. Arról, hogy az otthoni internet költségeit megosztjátok-e, vagy a munkaadótok a Vodafone-nál Cube-nak nevezik, ilyen kis mobil internet routert ad nektek, hogy arról dolgozzatok, ez külön téma, de olyanra is van példa, hogy te az otthoni saját internetedet használod, és a munkaadóddal megállapodsz, hogy pár euró mértékig ő beleszáll havonta a te internetszámládba. Miért is lehet szükség arra, hogy valaki home office-ból dolgozzon? Egyrészt lehet, hogy ő neki az egészségügyi állapota követeli ezt meg, mert esetleg mozgássérült, vagy bármilyen más ö, testi szellemi fogyatékossággal rendelkezik, de arról is lehet szó, hogy mondjuk a családját kell ápolni, mert otthon van a gyermek, vagy ne adj Isten a nagyi, akikkel foglalkozni kell napközben, és ezért a munkaadó, mert ő ilyen jó fej, megengedi, hogy te otthonról dolgozhass. Lehet olyanról is ugyanakkor szó, mint például nálunk, hogy a projektmenedzserek az irodától különböző messze lakhatnak én kivétel vagyok, mert mi nálunk 10 percen belül ben vagyok az irodába, erre majd amúgy vissza fogunk térni, de vannak olyan kollégáim, akik a holland határnál raknak, és ők azért vannak home hogy akkor, amikor nem kint vannak az építkezésen és projektmenedzserkednek, akkor az irodai feladatokat otthon saját lakásukból el tudják látni. Olyan is lehet, hogy vannak olyan cégek, melyek nem rendelkeznek kellően nagy irodahelységgel, különböző anyagi okokból, de ez akár, mint például most látjuk a startupokat, egy teljesen tudatos döntés, hogy ugye a Mana cégnek 30-40 alkalmazottja, de egy kisebb irodát bérelnek azért, mert muszáj, viszont a kollégák mind otthonról dolgoznak be, hisz egy 3-4 termes ö, irodában ennyi embert nem lehet leültetni. És van az a lehetőség is, ami rám személy szerint vonatkozik, hogy ugyan 10 percre rakom az irodától, de mivel a többi kollégám, akik szintén projektmenedzserek, home office ezért úgy döntött a cégvezetés, hogy megadják azt a személyi szabadságot, az én döntési jogomat, hogy home office dolgozhassok. Ez több és más munkaadónál is lehetséges, hogyha a munkaadó egy modern, tiszta fejjel gondolkozó cég, akkor igenis, ha bízik a munkavállalójában, akkor lehetővé teszi azt, hogy a munkavállaló saját idejét saját belátása szerint ossza be, és otthonról dolgozhasson, anélkül, hogy minden nap be kelljen járnia az irodába. A home office-nak vannak adóelőnyei is. Akkor, amikor itt Németországban leadod az adóbevallásodat, akkor a lagbéred, meleg lagbéred adott részét elszámolhatod az adóbevallásban. Erre nézétek meg, azt a sorozatomat, ahol a németországi adóbevallást készítem, ott részletesen elmondom, hogy miként és mit és milyen összeghatárig lehet elszámolni a német adóbevallással. Home office általában jár céges autó is. Nem mindig, de általában. Itt Németországban van egy úgynevezett 1% szabály, aminek keretén belül te a céges autót úgy használhatod, mint hogyha az a te privát autód lenne, ennek is vannak adó kötelezettségei, amit a normális munkaadó kiköszöbül, hogy megnöveli a béredet az adó összegével, majd utána csökkentik. Természetesen a céges autóért valamennyi anyagi hátrány ér, de hogyha azt veszed, hogy soha többet életedben nem kell autóra fizetned, akkor természetesen sokkal jobban jársz. Hogyha érdekel a téma, akkor írjátok meg kommentben, és készül egy másik videó arról, hogy hogy működik Németországban a céges adó, akarom mondani a céges jármű, valamint az egy százalékos szabály. Tehát tessék kommentelni. Milyen előnyökkel jár a home office? A home office egyrészt egy relatív Szabadságérzésről szól, majd erről beszélünk, hogy miért relatív, másrészt saját környezetedben tudod csinálni a munkádat. Kevesen gondolnak arra, de vannak például olyan pánikbetegek, akik nem képesek kilépni a saját lakásuk ajtaján, mert csak az ajtón belül érzik magukat komfortosan és pánikrohamok nélkül, például nekik ez tökéletes. Harmadrészt ügye a család mi van akkor, hogyha a gyerekre kell vigyázni. Például most itt van ez a közegészségügyi probléma, a nevét direkt nem mondom ki, mert ez a videó nem a jogarvírusról szól, de mégis, ha a családra, szülőkre, gyermekre kell vigyázni, akkor a home office teljesen ideális megoldás. Másrészt lehet, hogy eznek saját igényeidet Fogja tudni kielégíteni a home office. Vannak olyan emberek, még egyszer mondom, egészségi állapotra ö, való tekintettel, valamilyen fogyatékosság miatt, akik nem tudják elhagyni az otthonukat, és ilyenkor természetesen előny az, hogy saját otthonában a saját igényének megfelelő környezetben, ellátásban tud részesülni, mind a mellett, hogy pénzt keres, amiből később kenyeret vesz és villanyszámlát fizet. De a home office vannak hátrányai is. A család a home időszak elején esetleg nehezen fogja elviselni azt, hogy apa-anya beszárkózik egy szobába, és nem lehet hozzá beszélni, mert dolgozik. Természetesen erről a videó további részében részletesen fogok beszélni, hogy mit lehet itt tenni és mit érdemes megtenni azért, hogy ez gördülékenyebben menjen. A legnagyobb hátránya a home -nak, nem maga a home office hátránya, hanem mi a saját önző emberi öm, önuralom, diszciplín hirányunk. és ezt komolyan mondom, Igenis, bárki bedughatja a fejét a homokba, hogy ő már pedig teljes mértékben tud uralkodni saját magán és disziplinális királyként veti magát bele az otthoni munkába. Én magam szerintem ugyan a fogyókúrában nincs önuralmam, de munkában igenis elhivatott vagyok, mégis komoly diszciplináris problémákkal küzdöttem, abban az időszakban, amikor elkezdtem a home office munkát, és most ebben a videóban el fogom nektek mondani, hogy mik azok a praktikák, teljesen egyértelmű praktikák, amikkel tudjátok magatokat kontrollálni, és rá tudjátok magatokat venni a hatékony munkára. Természetesen most ugye minket is áthelyeztek home office még inkább, tehát mi be az irodába, a jogarvírus miatt, de, de én személy szerint azt szoktam csinálni, hogy ugyan lehetnék home de minden nap bementem az irodába, mert egyszerűen az irodában sokkal hatékonyabban tudom végezni a munkámat az ingerszegény környezetbe a kollégák felügyetel mellett. De ennyire ne szaladjunk előre a videóba, mindjárt mindenről fogok nektek beszélni. A következő problémája a homofiznak az az izoláció. Nagyon sokan panaszkodnak arra, akik homofizba kerülnek, akár frissen, akár régebb óta, hogy teljesen izoláltan egyedül érzik magukat, mert egész nap nincs egy ember egy lélek, akihez szólhatnának. Ez valóban egy probléma, de van rá megoldás. Maradjatok velünk. Nem sokára elmondom azt, hogy mi a megoldás arra, hogy hogy ne érezzétek magatokat elizolálva, kirekeszve a homofizos munka folyamán. És akkor lássuk a kézzel fogható megoldásokat. Először is én szerintem a legnagyobb gond a disziplin hiánya. A megoldás az, hogy készíts minden rapra magadnak egy ütemtervet. Tehát döntsd el, hogy te reggel 8-tól délig dolgozol, déltől egyig ebédelsz, esetleg egy kicsit a családoddal foglalkozol, hisz nem kell autózni az ebédig, kijössz a szobából, megkajálsz 15-20 perc alatt, és akkor van még 30-35 perced arra, hogy a szeretteiddel foglalkozz egy kicsit. Majd egy órakor megint pontosan egykor ülj vissza a munkaasztalodhoz, és dolgozzál délután 5-ig. Valamint készíts magadnak napi, heti célokat, mert hogyha megcsinálod ezt az úgynevezett tudú listát, hogy ma mit kell elintéznem, ma mit hány órára kell elintéznem, akkor nagyon jól fogod tudni követni, hogy hol veszted el az önuralmadat, hol csúsztál el a munkádban a saját tervedhez képest, és azonnal tudsz ellenintézkedéseket tenni, hogy ezek az elcsúszások megszűnjenek, és megint az eltervezett ütem szerint tudjál dolgozni ebben a pontban nagyon sokat segít számotokra a Google vagy akár Outlook naptáratok pontos és részletes vezetése. Nem azért, hogy más lássa, hogy te éppen mit csinálsz, hanem hogy te tud követni, hogy mit felejtettél el és miben kell még gázt adnod. A következő nagyon triviális, de nagyon sokat segítő pont, öltöz föl a munkához. Én is az elején pizsomában leültem, és akkor dolgozgattam. Nem. Egyszerűen, hogyha nem öltözöl föl munkaruhába, rendes ruhába, nem fogod tudni magadat olyan könnyen rá kényszeríteni a hatékony munkavégzésre. Más és tök ciki, hogy egy munkatársad mondjuk csönget, mert hozott egy kinyomtatott anyagot, vagy még valamilyen ö, anyagot az összeszerelendő cuccokhoz, és pizsomába kell neki ajtót nyitnod. Tehát a szabály minden reggel 8 óra előtt öltözzél föl, mint hogyha bemennél az irodába, ezzel magadra veszed azt a rutint, hogy innentől munka következik, és így ülj le dolgozni. De hova ülsz le dolgozni? A home office-ban legyen egy dedikált asztalod, egy íróasztal, egy munkapad, ahol te a munkádat végzed, azon csak olyan eszközök legyenek, tárgyak legyenek, amik a te munkavégzésedhez szükségesek, természetesen, hogy ne legyél ö, eltérítve az egyéb eszközökkel, és az is a te agyadnak azt fogja mondani, hogy ez itt az én munkahelyem, ha én itt ülök, akkor munkáról van szó. A legjobb, természetesen, Hogyha van egy saját szobád, ahova be tudsz zárkozni, még egyszer mondom, bezáron magad után az ajtót, és ott tudsz dolgozni. Ez még jobban erősíti azt a hatást, hogy az agyad elhiszi, hogy itt most ez a te munkahelyed, másrészt a család is jobban elfogadja azt, hogyha zárt ajtó mögött dolgozol, akkor nem nyitnak folyton rád, és nem zavarják meg a te munkamenetedet és ebben az ingerszegény környezetben azt is el tudod érni, hogy a gondolataid ne kezdjenek el szárnyalni, mert csak a munkára tudsz gondolni. Ha már a diszciplinről beszélünk, akkor itt a lehetőség, hogyha tetszett eddig a videó, akkor kérlek iratkozz föl, nyomj egy like -gombot, illetve kommentálhatsz. Az interneten megtaláljátok Patreon oldalunkat, ahol anyagi támogatást tudtunk neked adni, hogy minél több és jobb minőségű ilyen és ehhez hasonló videó készüljön el. Az, aki nem szeretné magát haviszinten elkötelezni az AVA Group média irányába, ő pedig megtalálja a videó leírásában, a Patreon oldalunk mellett a PayPal gyűjtésünket, ahol akár egy euró összeggel is, de támogathatjátok a csatornát, hogy új eszközöket vásárolhassunk, hogy továbbra is fizethessük azokat a szoftvereket, amelyek a videók elkészítésére szükségesek. Úgyhogy lépjünk tovább, jöjjön a következő fontos pont a Home Office területén, ha már informatikáról, programokról beszélünk, az adat biztonság. Sokaknak lehet, hogy úgy gondolják, hogy ez triviális, de higgyétek el, nagyon kellemetlen az, amikor a laptopon, amin dolgozol, elszáll a Winchester, és akár az egész heti munkád a levesbe megy, mert nem volt róla semmilyen ö, másolat. Természetesen nagyobb cégek könnyen meg tudják oldani a Cloud vagy VPN környezetet. Ezekről, mint ha akarjátok, beszélünk majd külön. A lényeg a lényeg, hogy otthonról a céges szerveren dolgozol, tehát hogyha az itteni számítógépet esetleg tönkre is menne, akkor is benne a cégnél minden adatod megvan még. Mit tehetsz, hogyha ilyennel nem rendelkezel, vagy magánvállalkozó vagy? A legegyszerűbb, amit tudok ajánlani, az egy pendrive. Mindig legyen a laptopban egy pendrive, amire rendszeresen akár valamilyen robokopi automatizált kis uh, programmal, amit ti magatok is meg tudtok írni, ha érdekel, hogy hogy akkor írjátok meg kommentben, átmásolhatjátok az aznap éppen aktuálisan keletkező újabb és újabb adataitokat. Ennél professzionálisabb egy külső merevlemez használata, és amit én preferálok, és az Avagroup média is uh, ezt a megoldás használja egy felhőbe. Jelen esetben állunk a Dropbox-ban, de ez lehet OneDrive, Google Drive, akármi. Tehát egy felhőbe szinkronizálod folyamatosan azonnal az újabb és újabb adataidat, hogyha a számítógép tönkre is menne, a felhőből azonnal eléred azokat az adatokat. Ez mindenkinek érdeke, érdeke a vállalatnak és a te saját érdeked is, hogy ne a munkát esetleg kétszer megcsinálni. A második olyan pontunk, ami ellen tudunk tenni, az az unalom, a magány, az izoláltság érzés. Természetesen, hogyha egész nap bent ülsz egy zárt szobában, akkor akár azt is lehetne mondani, hogy egy börtöntöltőinek is jobb dolga van, mert ott legalább vannak más milyen börtöntöltelékek, de erre van megoldás. Méghozzá az, hogy vagy telefonon folyamatosan, tehát az egész 8 órába tartod a kapcsolatot valamelyik esetleg másik home office kollégával, és miközben dolgoztok, megy egy kis csevej, biztos, hogy kell, amúgy is kommunikálnotok egymással, mert ugyanazon a projekten dolgoztok például, és így már nem fogod magadat egyedül érezni. Ennél egy lépéssel jobb, hogyha valamilyen videó-chat kapcsolatot tartotok fönn, permanens az egész munka folyamat során, tehát mit tudom én, Teams-en, Skype-on, WhatsApp-on, vagy Facebook Messengeren és még nagyon sok egyéb program van, amin fölhívjátok magatokat pontban 8 nyolckor, és egymást látjátok, látjátok, hogy dolgoztok, tudtok egymástól kérdezni, tudtok egymással csevegni. Ezt a technikát amúgy fitnessben is szokták használni, tudom én nem, de vannak olyan mozgalmak, ahol összejönnek ilyen fitness párok, és a napi fitness edzést videócsat formájában, egymással közösen hajtják végre, hogy az egyik személy tudja ellenőrizni a másik személyt, hogy ő tényleg rendesen csinálja-e a fitness edzést. Nos, azoknál, akik, mint például én, kis önuralommal rendelkeznek, segíthet az, hogyha egy másik kollégát is lát, illetve az agya tudja, hogy ő látja, hogy te éppen nem a munkával foglalkozol, és mondjuk hallja, hogyha neki állsz World of Tanksozni. Tehát, tehát ez segíthet tényleg, hogy egymást kontrolláljátok, egymás kezét fogjátok, ezt kevésbé, mint szigorú kontroll kell fölfogni, hanem mint annak a segítése, hogy te koncentráltan tudjál dolgozni. A következő nehézbitő pont, amire szintén van megoldás, az a család. Mert ugye a gyerek 10 percenként oda jön, és apa, 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 játszál velem. Nekem nincsenek gyermekeim, de van egy feleségem. A... Na most ebben nem menjünk bele. De a lényeg a lényeg, hogy kisgyermekek tehát, hogyha nagyon pici a gyereken, és már home office -ba dolgozol hosszabb időn keresztül, ők általában elég hamar megindulják azt, hogyha apa ott ül az asztalánál, vagy az apa bezárkozik az apa szobájába, de ne legyünk ennyire szegregáltak, tehát az anya bezárkozik az anya szobájába, akkor ő ott dolgozik, és nem zavarjuk. Nagyobb ilyen, ilyen 4-5-6 éves gyerekeknél, hogyha ez a home szituáció új, akkor bizony nehezebb a dolog, de meg lehet azzal oldani, hogy megígéred neki, mint az előbb tárgyaltuk, azért ilyenkor ebédidőben kellene egy fél órának még maradnia, megígér a gyereknek, hogy figyelj, ebédidőben van 30 percünk, megtanítod neki az órát, várja, hogy ebédidő pontban 11-kor, anya kijön a szobából, hamizunk, játszunk egy fél órát, és utána anya visszazárkozik a szobába, majd meg lehetne kiégérni azt, hogy 5 órakor onnantól tietek a nap. És így is van, mivel nincsen hazautatok, 5 órakor, mikor lezárod a laptopot, azonnal belevetheted magadat a családi életben, és így megajándékozhatod gyermekedet a teljes figyelmeddel. A Következő negatívum, amit az előző listába nem vettem bele, az a kimozdulás hiánya. Hisz, hogyha homofiszos vagy, reggel fölkelsz, elintézed a kis dolgaidat, nyolckor beülsz az asztalba, ötkor végzel és foglalkozol a családdal, nap mint nap nem nagyon mozdulsz ki a szobából, vagyis hát egyesek vannak úgy, akik nem igazán mozdulnak ki nap mint nap abból az adott szobából. Ő nekik tudom ajánlani, hogy ö, megint csak én gyenge kezdő vagyok ebben, de, de azok, akik sportosak, azoknak tudom ajánlani, hogyha home office osak hogyha home office vagytok, akkor reggel sokkal könnyebben el tudtok menni egy reggeli mozgásra, egy futásra, egy nording walkingolásra egy óra időtartam alatt, még a reggeli előtt, hisz hazajöttök, itt minden feltétel megvan arra, hogy lezuhanyozatok, és akár 10 perccel később már a munkahelyeteknél, az íróasztalatoknál tudtok ülni. Tehát gyakorlatilag ez is egy előny. Természetesen egyet ne felejtsünk el. A home office nem jelenti azt, hogy ti soha többet nem kell, hogy bemenjetek az irodába. Igenis, vannak olyan élethelyzetek, munka, workflow, követelmények, amikor olykor-olykor a home office is bemegy a munkába, mert van egy meeting, mert valamit plottolni kell, és mondjuk a cégnek nincsen futára, Ismerek olyan céget, ahol van olyan céges futár, aki egész nap a homofisosok között hordja szét a... az anyagot, amit össze kell szerelni, meg a nyomtatott anyagokat, meg egyebeket, de akkor is időnként be kell menni a munkába. Tehát ne gondoljátok azt, hogy azért, mert ti homofisosok vagytok, soha többet az életben nem fogjátok az irodát látni belülről. Remélem, hogy a videó segített abban, hogy megértsétek, hogy mi az a home office, és mit lehet tenni azok ellen a tipikus, Csabdák ellen, amelyek a homofiszos embereket otthon gyötrik és megnehezítik a homofizban való munkát. Ha tetszett a videó, iratkozzatok föl, nyomjátok meg a like gombot, ha nem tetszett a videó, akkor pedig írjátok meg kommentben, hogy milyen más véleményetek esetleg tapasztalatotok van. Ne felejtsétek el, hogy van egy Patreon oldalunk, ahol anyagilag tudjátok támogatni a csatornát, hogy például fizethessük a cloud költségeit, hogy fizethessük a szoftvereket, amivel ezeket a videókat megvágjuk, illetve, hogyha nem szeretnétek havonta egy bizonyos összeget adni az Avagroup média csatornának, akkor pedig a videó leírásában szintén megtaláljátok a PayPal gyűjtésünket, ahol akár 1-200 forinttal is, de támogathatjátok a csatornát, hogy például különböző technikai eszközöket, mint kamerákat, stúdiófényeket, vásárolhassunk, azért, hogy sokkal jobb minőségű videókat készíthessünk ennél, és gyakrabban. Úgyhogy maradjatok velünk, gyertek vissza legközelebb is, sziasztok! Akkor, kezdjük. Szép vagyok? Mhm. Uh -huh. Mm-hmm. Mm -hmm. mm -hmm.